Köszöntjük kedves nézőinket! Önök a Nyíracsádi Képes Krónika Nyíracsád online híradójának 2023. áprilisi adását láthatják. A következő fél órában településünk áprilisi eseményét gyűjtöttük össze önöknek. Április első hete a húsvét jegyében zajlott Nyíracsádon. Híradónk első részében a következő húsvéti programokról tudósítunk. Virágvasárnap és barka szentelés a katolikus templomban. A római templomban gyermekek előadásában járták végig a keresztutat. A nagycsoportosokat tojáskeresésre hívták az iskola 4. évfolyamos diákjai. Az ünnep előtt megújult településünk főtere is. Pászka szenteléssel zárult a nagy hét. Ezt követően hírt adunk az óvoda fennállásának 55. évfordulójára készülő mesefáról. Képes hírösszefoglalónk második részében szó lesz arról, hogy a holokauszt emléknapja tiszteletére idén is kilátogattak a 8-osok a zsidó temetőbe. Április 15-én a szegregált élethelyzetek felszámolása érdekében megvalósítandó Komplex Programok című pályázat keretében tartott gasztronómiai napról is beszámolunk. Végül, de nem utolsó sorban, Boros Andrásné Erzsike néni 90. születésnapja alkalmából történt köszöntésébe is bepillantást nyerhetnek. Zárásként egy kis érdekességgel is szolgálunk, áprilisban megérkezett településünk egyetlen gólya párja is. Kérem, tartsanak velünk! Az idei április első hete a húsvét jegyében zajlott. A nagy hét virágvasárnappal kezdődött, amikor barkát szenteltek a nyíracsádi katolikus templomokban. A görög katolikus templomban az evangéliumi szakasz olvasását követően Tótelek parókus két tömegre, a Jézust üdvözlő és a néhány nappal később Jézust elítélő tömegre hívta fel a hívek figyelmét. A prédikációt követően megszentelték a virágvasárnapi barkát. A római katolikus templom udvarán Ejben Tamás plébános a Lurdi barlang előtt szentelte meg a barkát, ami azokat a pálmaágakat jelképezi, amivel Jézust Jeruzsálembe való bevonulásakor köszöntött a nép. A szentelés után a virágvasárnapi szentmise részeként gyermekek jelenítették meg Jézus keresztútjának állomásait. A stációk alatt Krisztus szenvedése és kereszthalálának története elevenedett meg a gyermekek előadásában. Kérjük Jézust, hogy ez a keresztúr ne csak egy emlékezetes jelképes cselekedet legyen, amit most végigjártunk, hanem életünk is legyen egyre hasonlóbb a keresztfordulóba felé. Húsvét előtti nagy héten az óvoda nagycsoportosai látogattak el az iskolába. Az óvisokat Matilné Bollók Nikolett tanárnő köszöntötte. Már első osztályos gyerekek a tantermekben, hogy most oda fogunk bemenni. Benne vagytok? Igen!
A gyerekek először bekukkantottak az első osztályosok tantermeibe, ahol játékkal, énekszóval várták őket. A délelőtt további részében a nagycsoportosok nagy izgalommal keresgették a negyedik osztályosok által elrejtett tojásokat az iskola udvarán. Húsvét előtt településünk főtere is ünneplőbe öltözött. A tojásfa mellett idén egy nyuszi lány és egy nyuszi fiú is köszöntötte az arra járókat, a hozzánk látogatókat. A megvalósításról Harangi Ibolya, a polgármesteri hivatal dolgozója beszélt híradónknak. A hivatal dolgozói kezdeményezték, hogy tegyük Nyiracsát főterét színesebbé, barátságosabbá. Így került feldíszítésre a tojásfa, majd életre keltettünk egy nyuszi párt. A nyuszi fiú és a nyuszi lány szénabálából készültek, mely bálákat Keresi Gyula helyi vállalkozó ajánlott fel. A kivitelezésben Simon Attila segített, Nagyné Tóth Vera az ötletgazda, én pedig a megvalósításban vettem részt, mert mindannyian hisszük azt, hogy ez egy nagyon jó családi program lehet valamennyünk számára, ide látogatni, ide sétálni, körülvenni a tojásfát, megcsodálni az óriás nyulakat, és így hangulódni a közelgő húsvét ünnepére. A húsvét előtti nagy hét a vasárnapi pászka szenteléssel ért véget Nyíracsádon. A görög katolikusoknál Tótelek parókus atya a liturgiát követően a templom udvarán szentelte meg a hívek által hozott pászkás kosarakat. Lázasan készülődnek az óvoda dolgozói az intézmény fennállásának 55. évfordulójára. A jeles napra többek között egy mesefa is készül. A munkálatokba néhány óvodás is betekinthetett. Nézzétek, a gyerek körbeállhatom? Jó, köszönjük már a bácsinak! Sziasztok! Jó napot kívánok! Na gyere, nézzük már meg, mit csinál ez a bácsi! Jaj, de szépen dolgozik! Nagy mesefát farag nekünk! Megtapogathatjuk ezt a farönköd, bácsi? Persze, csak nehogy belemenjen a szárhoz újra. Nézzétek már meg, mit látunk rajta. Én egy rókát látom. Egy rókát látsz? Én meg egy virágot. Itt, meg itt nézzétek, ez mi lehet? Egy gyerekek. Nem gyerekek, hanem... Ide, gyerek. Ott pedig ott van egy sünik. Egy vándorlegény. És ott pedig van egy sünike. Tényleg van egy sünike. Tényleg egy sünike. És itt meg vajon mi lehet a bácsinak? Igen. És hogy hívják a bácsit, azt is megkérdezhetjük, hogy nevét tudjuk szólítani. Tamás bácsi. Bácsi, megfoghatják a kezükbe ezeket az eszközöket, hogy milyen a fogása? Tehát nem csinálnak vele semmit, csak hogy fogják meg. Milyen a fogása? Kipróbálod? És milyen eszközök vannak még itt? Azt is mutassa már meg a bácsi, legyen olyan. Kovács Tamás fafaragó többek között a mesefa anyagáról és motívumairól is beszélt híradónknak. Tölgyfából készíte, a helyi vállalkozó ajánlotta föl ezt a tölgyfa rönköt. Sokat kellett lepucolni belőle, mert kérges volt, meg voltak rajta fehér részek. Ugye jó pár bogár is volt benne, amit ugye el kellett távolítani. A későbbiekben ne menjen szét a fa. És az ovis csoportoknak a
figurái lesznek benne a csoportoknak. A süni csoport, cica, mackó, csibe, süni, mindenféle. És ugye a Zacsály óvodának a jellegzetessége a magyar népesség motívum. És az is látható itt a fán. Igen, belekerült a galamb, tulipán. És akkor, amikor készen vannak a minták, akkor utána következik a festés és a színezés. Azokkal a színekkel, amik vannak a mesékben, meg a fa színezése. Tehát akkor nem fa színű lesz, hanem színe, színes. Nem natúr. Hogy menjen az ovihoz, a gyerekek szeretik az ilyen színes dolgokat. Biztosan nagyon fogják élvezni. Azt szeretném még megkérdezni, hogy Kovács Tamás hogyan kötődik Nyíracsádhoz, mert van kötődése. Igen, feleségemnek a rokonsága. Itt laknak a Erikáik, Szemál Erika. Akkor tulajdonképpen haza jöttek ide Nyíracsádra, hogy kifaragja ezt a nagyon szép mesefát. További jó munkát kívánok hozzá. Április 16-a a holokauszt áldozatainak emléknapja tiszteletére idén is kilátogattak a 8. osztályos tanulók a helyi zsidó temetőbe. A gyerekeknek Illés Gabriella tanárnő beszélt a régi, felekezetek szerinti temetkezési szokásokról, magáról a zsidó temetőről és az emléknap jelentőségéről, súlyáról is. A diákok megtekinthették a temető sírjait, ahol a magyar mellett héber sírfeliratokat is találtak. Az ő temetőjükben vagyunk, amit egyébként a leszármazottaik által adományozott pénzből nyitottak fel. Azért van körbezárva. Ide évente csak a látogatók jönnek, és mi szoktunk egyszer kijönni. Miért most? Mert 2000-ben az országgyűlés április 16-án a holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapjává nyilvánította. Tanultatok-e már a holokauszt? Április 15-én a szegregált élethelyzetek felszámolása érdekében megvalósítandó komplex programok című pályázat keretében gasztronómiai napot tartottak Nyíracsádon. A programot dr. Nagy János polgármester nyitotta meg. Ütemet, a ritmusérzéket vizsgálni, nézegetni, hogy minél hitelesebb és igazságos döntés hozzon a zsűri. Simon Csabát mutatom be, akit szintén ismer mindenki, aki szintén hozta azt a szellemiséget, amivel kulturális háttérrel fogja szemlélni a táncosokat, és még én is bekapcsolódok egy kicsikét díjjal, vagy jutalmazni, illetve bírálni, hogy kik azok a legjobbak, akik megérdemlik majd a díjazást. Mindenkinek kellemes délutánt kívánok, jó főzést, jó ízeket, jó hangulatot, és ne felejtsétek el, hogy ez csak egy kezdet, folytatódik majd ez a rendezvény május 27-én. A program célja olyan gasztronómiára épülő kulturális rendezvény tartása volt, ahol speciális főzőverseny került megrendezésre a célcsoport által készített ételekből. A versenycsapatok különböző, ízletesebbnél ízletesebb ételekkel készültek. Paprika, paradicsom, stencelona, ezt egybe lepirítom, és akkor bele a csülök, aztán felöntöm vízzel, felfűszerezem, és a pacal a végére, akkor már készül. Csürkös pacal, csürkös pacal. Lebek levesnek indult, de slamut vesz belebe. Amíg rotyogott a bográcsban az étel, a legkisebbek gyermektáncversenyen vehettek részt. A főzőverseny első három helyezett csapata
élelmiszervásárlási utalványt kapott ajándékba. A mustáros tokány. A jó hangulatú gasztronómiai nap hivatalos részét dr. Nagy János polgármester zárta be. Gratulálok mindenkinek szépen, remélem mindenki jól érezte magát. A hivatalos részét akkor lezárjuk ennek a mai napnak. Köszönjük szépen a minden egyes zsűri tagnak a rendelkezésre állását. Megérdemlik a tapsot. Köszönjük Jámbor Bettinának, hogy levezényelt ezt a projektet segítőjének, úgyhogy mindenkinek szép szombat délután kívánok. Köszönjük. Áprilisban 90. születésnapja alkalmából köszöntötte dr. Nagy János polgármester Boros Andrásné Erzsike nénit. Mindannyian, és köszönjük a Jóistennek, hogy 90 évet adott, és reméljük, hogy még ad egy jó pár, mondjuk egy évtizedet, hogy utána is tudunk jönni. Anya is azt mondja, sok. Jó lesz az, nagy szeretettel. Köszönöm szépen, Jenzsikem. Érdemes már lenni ilyen gyűjtő. Hát, ha, hogy ne, ilyen szép virágnak. Előbb egészségben, köszönöm tényleg. Zilahi Józsefné anyakönyvvezetővel együtt átadták Orbán Viktor miniszterelnök úr köszöntő díszoklevelét is. A köszöntésen részt vett Erzsike néni unokája és lánya is. Az ünnepelt, akinek jó egészséget és hosszú boldog életet kívántak, egy ajándékvirágcsokrot is átvehetett az Evelin virágüzlet jóvoltából. Ó, tessék nyugodtan! Adok egy puszit is, kérdések, kirem el nekem. Köszönöm szépen. Egy átrányok mentek, vagy hát rokonok. Rokonok is a Balatonon vannak, igen. Pont most írtam a már. Április közepén megérkezett településünk egyetlen gólyapárja is. Az orvosi rendelővel szemben álló fészekben először egy gólya jelent meg, majd néhány nappal később megjött a párja is. Azonnal hozzáláttak a fészek csinosításához, majd következik a tojásrakás és a költés időszaka. Kedves nézőink! A Nyíradsádi Képes Krónika 2023 áprilisi összefoglalója ezzel véget ért. Híradónkat megtekinthetik településünk Facebook oldalán. Következő híradóval május utolsó napjaiban jelentkezünk. Viszontlátásra májusban!